átlag alatt. Kevesebbet keres az országos átlagbérnél, mint három székelyföldi megye lakossága. A megyék rangsorában Maros megye jobban teljesít. Családtámogatás. Már igényelhetők Erdélyben a magyar kormány által nyújtott anyasági és életkezdési támogatások. A híradót látják, köszöntöm Önöket! Az igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetésével riogatott Klaus Johannis államelnök a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tisztújító ülésén. Ennek a megvédésében támogatni fogja a testületet, mondta. A legfelsőbb bírói tanács az új elnököt is megválasztotta Simone Marcu bírónő személyében. Bírálóan nyilatkozott Klaus Johannis államfő az igazságügyi törvények elfogadásának módjáról a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács mai ülésén. Kifejtette, amikor hozzákerülnek a jogszabályok, kielemzi a tartalmukat és eldönti, hogy kihirdeti, visszautalja a parlamentnek, vagy megtámadja az alkotmánybíróságon. Az államelnök ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a taláros testület tagjai a legnagyobb szakszerűséggel és objektivitással tanulmányozzák majd a bírált részeket, és így az igazságügyi törvényeken végül javításokat fognak eszközölni. Johannis úgy vélte, a Romániában független az igazságszolgáltatás, és hangsúlyozta, a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy az is maradjon. Románia elnökeként mindent megteszek, ami az alkotmányos jogkörömből fakad, annak érdekében, hogy segítsek Önöknek szavatolni az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ebben a szándékban és elvárásban bennem szilárd támogatóra találnak. Az államfő kijelentette, bűnvádi eljárás alatt álló embereknek nincs amit keresniük az államvezetésben. Ők ugyanis saját érdekeik miatt kísértésbe esnek, hogy megkérdőjelezzék az igazságszolgáltatás rendszerét. Ezzel pedig súlyosan ártanak az államnak, valamint az állampolgárok igazságügybe vetett bizalmának. Johannis kifejtette, elégedett azzal, amit a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács az igazságügy függetlenségéért tett. A szakma részéről azonban megfogalmazottak bírálatok. Krisztina Tárcsia, a legfelsőbb bíróság elnöke szerint a testület nem lépett fel egységesen, és elbukta a rendszer működésének a javítását célzó reformok bevezetésének a tesztjét. Semmisnek nyilvánították a vádirat bizonyos részeit abban a büntetőperben, amelyet a korrupció ellenes ügyészség Tamási Zsolt volt iskolaigazgató és Stefán Szomesen volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen indított a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium létrehozása ügyében. A törvényszék megállapította, semmisnek tekintendők azok a 2016. november 3-ai rendeletek, amelyek a két személy vád alá helyezését tartalmazták. Ilyen tekintetben sem Stefán Szomesen, sem Tamási Zsolt jelenleg nem tekinthető vádlottnak. Az ügyészségnek 5 napja van arra, hogy közölje, ezek után fenntartja-e még a vádiratot, vagy visszakéri azt. Kiegészítés végett. A törvényszék döntését Tamási Zsolt ügyvédje jó eredménynek tartja, de még várják az indoklást. A Római Katolikus Gimnázium megalapítása kapcsán a DNA által indított eljárás a tavaly ellehetetlenítette az iskola működését, a szülőket és az iskola diákjait pedig az ügyészek zaklatása próbálta megfélemlíteni. A bukaresti alkalmazottak keresnek a legtöbbet Romániában, ezzel ellentétben a legkisebb bérekkel a Teleorman megyeieknek kell beírniük. A székelyföldi megyékben élők sem dicsekedhetnek, hiszen a bérek szintje elmarad az országos átlagtól. Vasgán Lórend ismerteti a részleteket. Elkészült a romániai átlagbérek térképe megyei lebontásban. Az adatokat az Országos Statisztikai Intézet tette közzé, és ezek természetesen a tavaly évi átlagkeresetekről árulkodnak. Még mielőtt rátérnénk a konkrét számokra, 2 tény nyilvánvaló. Egyrészt az ország közép és nyugati részén a legnagyobbak a fizetések. Másrészt az alkalmazottak bérezési szintje szoros összefüggésben van az illető régiók gazdasági fejlettségével. És akkor mutatjuk, melyik megyékben a legnagyobbak a bérek, illetve mekkora az átlagkereset a székelyföldi megyékben. Korántsem meglepő, hogy a fővárosi alkalmazottak keresnek a legjobban, Bukarestben a havi átlagbér kevéssel ugyan, de már meghaladja a 3000 lejt. A második helyen a kolozs megyeiek állnak, itt 2684 le az átlagkereset, de kevéssel maradnak el a szebeniek 2524 lejes átlagbérrel. Ilfov, Árgyes, Temes és Brassó megyék következnek a rangsorban.
Az országos átlagbér egyébként 2017-ben 2363 lej volt. A székelyföldi megyék viszont ehhez képest alul maradtak tavaly is. Míg Maros megyében 2150 lejre tehető a havi átlagbér, addig a Kovászna megyeiek 1817, míg a Hargita megyeiek 1808 lejes átlagbérrel kell beérjék. Utóbbi két megye esetében az országos átlagbérhez képest a különbség eléri az 550 lejt. Tavaly a legnagyobb nettó bérek egyébként az informatikai szektorban voltak, átlagban közel 6100 lej értékben, míg a legkevesebbet a vendéglátóiparban dolgozók kerestek, 1415 lejt. Ami az idei évet illeti, a felmérések azt mutatják, hogy míg az előző években a munkaadók hajlandók voltak kezdőket alkalmazni, 2018-ban főként olyan személyeket fognak alkalmazni, akiknek van szakmai tapasztalatuk, legalább két nyelvet beszélnek haladó szinten, és vállalják akár a szakmai átképzést is. Két összesen 275 ezer eurós értékű pályázattal kezdi az új évet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. A Világbank támogatásával az egyetem elhagyás mértékének csökkentését célzó programot indítanak el első éves orvostanhallgatók körében, ugyanakkor tanácsadó központot is létesítenek. A legutóbbi tanévben az első éves hallgatók körében a tanulmányaikat feladók aránya valamivel több, mint 10%-os volt. Ennek a visszaszorítását célozza a megnyert pályázat, amelyet az egyetemen működő tájékoztatás, pályaválasztási tanácsadás és ismertető osztály fog gyakorlatba ültetni Koszmin Pópá vezetésével. A projekt összesen 8 tanácsadási etapból fog állni, ebből 5 gyakorlatilag a szorongás mértékének csökkentésére irányul, míg a többi a társadalmi érzelmi készségek fejlesztését célozza. Más szóval megtanítjuk őket, hogyan kell tanulni, hogyan kell elsajátítani az anyagot, hogyan hozzák ki a maximumot magukból. Ebben az épületben fog üzemelni a Diák Tanácsadó Központ. Olá Péter, a projekt felelőse azt mondja, a diákok nyitottsággal fogadták a hírt, hogy a felzárkozás számára új létesítmény jön létre az egyetemi kampuszon. Egy otthonos berendezéssel próbálunk az egyetemisták segítségére jönni egy olyan térrel, ahol ők tudnak kis csoportokban tanulni, dolgozni, mindenféle ilyen tréningeken részt venni, és más tevékenységek, amik a hivatalos programon kívül vannak. Az egyetem elhagyás visszaszorítását célzó két program 3 évig fog tartani, ám az egyetem még további 5 évre vállalta a programok folytatását, amelyektől azt remélik, hogy a jó képességű, de szorongással vagy motiváció hiánnyal küszködő diákjaikat megmenti az egyetemi tanulmányok, illetve az orvostudomány számára. Év elejétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás is elérhető a magyar állampolgársággal is rendelkező erdélyi fiatal magyar családok számára. A gyerekük 2017. június 30-a után született. Az anyasági támogatás mintegy 960 lej, a fiatalok életkezdési támogatása, azaz a babakötvény értéke pedig mintegy 630 lej. Anyasági támogatást és fiatalok életkezdési támogatását igényelhetik idéntől a Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú gyerekek családjai. Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege 64.125 forint, ikergyermekek esetén 85.500 forint. Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42.500 forint összegű támogatás jár. Az anyasági támogatáshoz 2017. június 30-át követő gyermekek édesanyja az, aki kérelmet nyújthat be és részesülhet ebben a támogatásban. A fétám esetében pedig szintén 2017. június 30-át követő gyermeknek a szülője lehet kérelmező. A anyasági támogatásnál a feltétel az az, hogy a gyermek magyar állampolgár legyen, az édesanyjának nem feltétel, hogy magyar állampolgársággal rendelkezzen. Magyarország kolozsvári főkonzulátusán már több érdeklődő is megfordult. Az anyasági támogatás esetében ugyanis a július elején született gyerekek számára január végén lejár az igénylési határidő. Ezt a juttatást ugyanis a gyerekek születése után 6 hónapon belül lehet kérvényezni. A támogatásokat Romániában a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken, Magyarországon a kormányablakoknál, de postán, illetve online is lehet igényelni. Pozitív hatásai is vannak az enyhe időjárásnak, mutatjuk a részleteket is.
Kórházfejlesztés. A szűkös határidő ellenére sikerült felhasználni a kiutalt kormánytámogatást Csíkszeredában. Zöldellő gabonaföldek. Az enyhe időjárás egyelőre jót tett az ősszel elvetett gabonaféléknek. A csíkszeredai kórháznak megvásárolt új gépeket, egészségügyi berendezéseket mutatta be a nyilvánosságnak a kórház vezetősége. A szűk határidő ellenére decemberben sikerült felhasználni a kiutalt kormánytámogatást a szükséges műszerekre. 2,7 millió lejjel támogatta a szakminisztérium a csíkszeredai sürgősségi kórházat felszerelések, műszerek vásárlására. A későn kiutalt támogatást az országban sok helyen már nem tudták felhasználni, azonban Csíkszeredában időben felkészültek, számítottak rá, hogy évvégi hajrában kell teljesíteni, ezért sikeresen lebonyolították a közbeszerzéseket. Azt, amit elterveztünk, hogy megvásároljuk a 2017-es évben, amit már márciusában elterveztünk az osztályvezető főorvosokkal, ennek ők letették az igénylést, lepapírozták, leírták a követelményeket a műszerekkel, műszerek irányába, megírták a tenderfüzetet. Ezeket 98,29%-ba sikerült megvásárolni. A felszerelésekre kifizetett összeg jelentős részét a megyei tanács fedezte, így 5,7 millió lejt sikerült a vásárlásokra fordítani. Borbó Csaba megyei tanácselnök szerint a közös cél érdekében végzett együttműködés a korábbi bizalmatlanság felszámolása vezetett sikerre. Ahogy lassan a bizalmatlanság eloszlott, akár a munkaközösségen belül, akár a munkaközösség és a megyei tanács viszonylatában úgy látszik, hogy jó eredményeket tudtunk elérni, és a jó eredményeknek a nyertese. A megye lakossága, nem csak Hargita megye lakossága, hanem környező négy megye lakossága is, hisz egyre inkább látszik ez a kórház, egy regionális klinikai kórház szerepet tölt be. Az intenzív terápiára a műtőbe vásároltak korszerű berendezéseket, de jutott a nőgyógyászatra, szemészetre, a tüdőgyógyászatra, a reumatológiára és az ortopédiára is új felszerelés. A 2016-tól működő szájsebészeti osztály egy új, teljesen felszerelt szájsebészeti széket kapott. A Szentegyházi Kórház krónikus belgyógyászati osztálya ekográffal gazdagodott. Felszerelték a kórház mosodáját, valamint két haszongépjárművet is vásároltak. Január 3-ától online lehet időpontot foglalni az útlevél készítéshez Maros megyében. Az útlevél osztály vezetője szerint ezentúl nem kell hatalmas sorokat kiállni ahhoz, hogy útlevelet szerezzünk. A szokásosnál kevesebben várakoznak a marosvásárhelyi útlevélosztályon. 20 perc alatt mindössze 10 ember fordult meg itt csütörtök délelőtt. Ez annak köszönhető, hogy a többség online időpontot foglalt. 2017. júniusától már működött a Városháza honlapján egy online időpontkérés, viszont jobbnak látták, hogy készítsenek egy egyszerűbb honlapot, ami kimondottan emiatt funkcionál az elkövetkezőkben. Január 1-től megnyílt a hármas ablaknál azoknak a kéréseknek a feldolgozása, amelyek az epasaport.ro oldalról online érkeznek. A kettes ablaknál maradnak azok a programálások, amelyek a Városháza honlapjáról érkeznek, az egyes ablaknál pedig helyben lehet programálást készíteni. Az online programálás nagy sikernek örvend. Ennek a négy fős családnak például 10 perc alatt sikerült elintézni az útlevél igénylést. Szuper, nagyon jól működik a programálás. Amilyen időpontot írnak a honlapon, az valóban az az óra, amikor behívnak. Jön egy visszaigazoló e-mail az időpontfoglalásról, nem is kellett várakoznom. Két héttel ezelőtt programáltam édesanyámat, és akkor tökéletesen működött minden. A honlapot egyszerű kezelni, információkat kapunk a szükséges iratokról, illetve miután válaszoltunk egy pár kérdésre, meg is kaphatjuk a számunkra kijelölt időpontot. Másfél év telt el azóta, hogy a Maros megyei vízügyi hatóság munkagépe a Poklós-patakba zuhant. Marosvásárhely polgármesteri hivatala akkor megígérte, hogy a 2017-es év folyamán megjavítatja a hidat. A munkálatok környezetvédelmi engedélyeztetésére vonatkozó dokumentumot azonban csak két nappal az új év előtt nyújtotta be a városvezetés. Ezek a felvételek 2016. augusztusában készültek. Egy közel 4 tonnás emelő munkagép egy homlokrakodót próbált leengedni a mederbe az Arató utcai hídról. A tartószerkezet azonban nem bírta a terhet, így a munkagép 5 méter magasságból a Poklós-patakba zuhant, a híd egy része teljesen beomlott. Így néz ki jelenleg, javításnak nyoma sincs, az autós forgalom is nehézkesen zajlik itt.
A mögöttem lévő táblák másfél éve jelzik, hogy csak korlátozásokkal lehet végighaladni az Arató utcai Poklospatakon átvezető hídon. A városvezetés és a vízügy egymást okolja a történtekért. Végül bíróságon fog eldőlni, hogy kit terhel a felelősség. A vízügy és a megyeközponti polgármesteri hivatal ugyanis egymásra mutogatott a történtek után. Végül sikerült egyességre jutni a városvezetéssel. Híradónknak tavaly júniusban ígérték meg, hogy ősszel nekilátnak a felújítási munkálatoknak. Krisztián Brátánovics szerint erre viszont már csak idén kerülhet sor. Anélkül, hogy keresnénk a hibásokat, megegyeztünk abban, hogy a polgármesteri hivatal nekilát a híd újjáépítésének. A bíróság majd eldönti, hogy a mi hibánkból történt, az övékből vagy mindkettőnkéből, és megállapítja majd, hogy ki mennyit kell fizessen. A polgármesteri hivatal december 29-én közölte a hivatalos honlapján, hogy benyújtotta a munkálatok környezetvédelmi engedélyeztetésére vonatkozó dokumentációt. A vízügyi hatóság szerint a híd javítási munkálatainak becsült értéke hozzávetőlegesen 500 ezer lejre tehető. Kedvez a mezőgazdaságnak az enyhe téli időjárás. Az ősszel elvetett gabonák szépen fejlődnek. Az idei jó termésnek már csak a kórokozók elszaporodása vethet gátat. A szántóföldek januárra nem jellemző módon zölden állnak. Ezen a télen igazán hideg sem volt, ez pedig a termés javára válhat, mondja Miklós Gyula, gazda, agrármérnök. Ami azt illeti, a gabonáknak kedvező, nagyon jól telelnek. A mögöttünk látható egy repcetábla, prima a minősége, egyelőre nincsen semmi gond a terelése. Gyakorlatilag nem volt komoly hideg. A legnagyobb hideg, ami az idén volt, mínusz 7 fok volt december közepén. Ennek következtében eddig sosem tapasztalt fejlettséget ért el a repce. Ezt meg is mutatja az agrármérnök. A repce akkor telel jól, hogyha az ősz folyamán eléri a gyökérnyak vastagsága 10 mm. Tehát ez egy olyan 12 mm-es lehet, hogyha jól satszolom. És a levelek száma pedig 10, 80 felül kell legyen, 10-12 levél. Tehát ez a repce növény optimális állapotban van. Ez azt jelenti, hogy ha a következő hetekben nagyobb fagyok lesznek, az sem árt majd a növénynek. Az agrármérnök szerint az enyhe tél adta előny nem csak a gabona gyors fejlődését eredményezi. Azok is jól járnak, akik kockáztattak és idő után vetettek. Az enyhe tél lehetőséget biztosít a későn vetett gabonának a fejlődésre, ugyanakkor elősegíti a kórokozók szaporodását is. Egyelőre tehát nem tudni, hogy a pozitív vagy a negatív hatása lesz az erősebb. Meggondolta magát Maros megye kormánybiztosa. A prefektus bejelentette, ezentúl nem csak a megye központban, hanem 3 településen bonyolítható le a gépkocsi vezetői vizsga gyakorlati próbája. Híradónk tavaly év végén számolt be arról, hogy a belügyminisztérium úgy szigorítaná a gépjárművezetői jogosítvány megszerzését, hogy a gyakorlati vizsgát csak a megye központokban lehessen lebonyolítani. Ezt a lehetőséget kellett mérlegelnie Maros megye kormánybiztosának is, aki végül úgy döntött, a segesvári, a szászrégeni vagy akár a dicsőszentmártoni tanuló is Marosvásárhelyre kell utazzon, hogy gépjárművezetői tudását a gyakorlati vizsgán is bizonyíthassa. Az intézkedés felháborodást váltott ki a gépjárművezető oktatók körében. A gépjárművezető oktatók, Segesvár és Szászrégen polgármesteri hivatala is elégedetlenségét fejezte ki a korábbi intézkedéssel szemben. Tárgyaltam a gépjármű nyilvántartó igazgatóság vezetőjével, és tegnap ígéretet kaptam arra vonatkozóan, hogy ezentúl 3 központban, Marosvásárhelyen, Segesváron és Szászrégenben is vizsgázhatnak autóvezetésből a tanulók. Csütörtökön egyébként mintegy 50 segesvári tanuló bukott meg az autóvezetési próbán, mert úgy tudta, Segesváron vizsgázik, miközben Marosvásárhelyre várták őket a vizsgáztatók. Az oktatók most örülnek annak, hogy a hatóságok jobb belátásra tértek. Ha a más városokban lévő iskolavezetőkre, tanárokra, oktatókra gondolok, vagy akár tanulókra, akkor megértem, hogy jobb az, hogyha tudnak vizsgázni régen, környéke, Segesvár környéke, mert az már egy nehéz ugye dolog, hogy mindig, minden nap be kéne jöjjenek vezetni, mert csak itt ezt a helyet kéne megszokják. Tehát föltétlenül én nagyon örvendek. A gépjárművezetői jogosítvány megszerzéséhez ugyancsak szükséges elméleti vizsga egyébként már 10 éve a megye központban zajlik. Jégkorong, birkózás és kosárlabda sporttal folytatjuk.
Három mérkőzést játszik hétvégén a Csíkszeredai Sportklub jégkorong csapata az Erste Ligában. A kékfehérek a lehető legtöbb pontot szeretnék begyűjteni, hogy megőrizzék esélyüket az első négy közé kerüléshez. Jelenleg az Újpest, illetve a Csíkszeredai Sportklub küzd a negyedik helyért, amely felsőházat ér. A két csapat között három pont a különbség. Leo Gudás csapata ma este Bécsben a Vienna Capitals ellen lép jégre. Vasárnap a MAC Budapest, hétfőn a fehérvári Titánok lesz az ellenfél. A sportklubnak a lehető legtöbb pontot kell begyűjtenie az esélyek életben tartásáért. A Sepsiszentgyörgyi Városi Sportklub birkózóját, az U23-as EB bronzérmesét, Ince Krisztát választották Kovászna megye legjobb sportolójának 2017-ben. A megye legjobb sportolóinak dobogójára még Kis György Magor karatés és Vlád Láskó keleti harcművész állhatott fel. Újabb sikert könyvelhetett el hazai pályán a marosvásárhelyi Maros Kosárlabda Klub, amely 85-78 arányban múlta felül a Galaci Phoenix együttesét. Az anyagi gondok eddig nem akadályozták meg a marosvásárhelyi csapatot abban, hogy a saját csarnokukban eddig egyetlen kivétellel minden ellenfelet legyőzzenek. Már az elejét nagyon határozottan kezdték a házigazdák a Maros KK Phoenix mérkőzésnek. A pontos dobásoknak köszönhetően jelentős előnyre tettek szert az első néhány percben. Ebben az időszakban szinte nem maradt ki kísérlet. A csapat két megmaradt idegen légiósának egyike, Dino Pita, mindjárt az első 10 percben 5 triplát szerzett, végül 32 ponttal zárta a találkozót. Az első fél időben elég jól ment. Nem hiszem, hogy rontottam volna dobást, így sokat vállaltam. Aztán a második fél időben nyilvánvalóan sokkal jobban védekeztek, de én is elfáradtam egy kicsit. Összességében azonban úgy gondolom, hogy jól játszottunk. Az első félidőben szerzett 16 pontos előny, aztán a második játék részben olvadni kezdett, a galaciak azonban legfeljebb 4 pontra tudták megközelíteni a házigazdákat. Tony Gugino, a Phoenix amerikai szélsője úgy vélte, későn eszméltek. Nagyon hamar kiengedtük a kezünkből a meccset, nagyon jól dobtak, ha jól emlékszem, 13-3 volt mindjárt az elején a javukra, és ha engedett, hogy az ellenfél ilyen ritmust vegyen fel, nagyon nehéz utolérni. Elégedett vagyok azzal, ahogy a második fél időben játszottunk, de egy ilyen kezdéssel általában nincs esélyed visszafordítani a meccset. Pita teljesítményére, illetve a palánk alatt elveszített párbajra is kitért Szász Gáspár Barnabás vezetőedző a mérkőzés után. A Phoenix ugyanis 17 támadó lepattanót gyűjtött, többségét a második félidőben, amivel csökkentették a hátrányt. A szakvezető elmondta, a Galacnak sok a magas embere, erre számítottak, de jól összpontosítottak, pontosan dobtak, ez vezetett a sikerhez. Jobban dobtunk, tényleg egy elég jó napot kaptunk el dobásokban, tehát Pitának tényleg jól ment. Ezen sokan dolgozunk is, mert a csapat érte dolgozik, hogy kellő pozícióban és minél tisztában kapja meg a labdát. De hát a lepattanónál pedig lenne erre vártunk. A mérkőzés színfoltjaként a csapatot egy ideje már nem támogató marosvásárhelyi polgármesteri hivatal bakijára utaló plakátot feszítettek ki a szurkolók Tragumuráki Basket Klub felirattal. A szöveg arra utal, hogy a szilveszteri mulatságra kiadott meghívóban a hivatal számítógéppel magyarra fordított szövegben Tragumuráknak titulálta a marosvásárhelyieket. Híreinket látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm viszontlátásra.